a nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják. Acél Réka vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Kertváros fejlődéséért dolgoznak majd. Új jelölt elindulnak a 15-ös választókerületben. Újabb esély, ha nem jött össze az egyetem. Elindult a pótfelvételi időszaka. Elmaradt az éjszakai bobozás. Áramszünetek sora a Match Extreme Parkban kárpótolják a közönséget. Komplex energetikai korszerűsítés Görcsönyben. Felújították a művelődési házat. Új jelöltet állít a pécsi 15-ös választókerületben a Nemzeti Oldal. Az eddigi jelölt nem vállalja az újabb megmérettetést. Mint ismert, időközi választást kell tartani a pécsi kertvárosban, mert eredménytelen lett a júliusi voksolás. Ez a pécsi 15-ös választókerület végeredménye a július 9-i önkormányzati választás után. Mint ismert, szavazategyenlőség miatt nem volt győztese itt a voksolásnak, ezért új választást tűztek ki szeptember 22-ére. A Nemzeti Oldal jelöltje itt Vörösné Deák Andrea volt, ő azonban nem indul az időközi megmérettetésen. Úgy gondoltam, hogy a családom nagyon fontos számomra, tehát ők a legfontosabbak, és nem szeretném őket kitenni egy újabb választási tortúrának. Így indokolta visszalépését a korábbi jelölt a Kertvárosi Melinda közösségi háznál tartott tájékoztatón ketten. Helyette Kővári Jánost indítja a jobb oldal. Úgy döntött a Fidesz-KDNP és az Összefogás Pécsért Egyesület, hogy Kővári János önkárti képviselőt, korábban a városrész parlamenti képviselőjét jelöljük önkárti képviselőjelöltnek, hiszen János önkárti képviselőként és parlamenti képviselőként is aktívan részese volt annak az összefogásnak, amely 2010 és 2014 között a kertvárosi nagy fejlesztések megvalósítását elősegítette, együtt küzdöttünk az iskolák fejlesztésért, vagy éppen jól emlékszek arra, amikor a parlamentben harcoltak ki azokat a forrásokat országgyűlési képviselőként, amelyből a Melinda közösségi ház is megújulhatott. A Fidesz választókerületi elnökével egyetért a pécsi szervezet elnöksége is, mondja Csizmadia Péter, aki már bekerült az új közgyűlésbe. Szerinte a jelöltjükkel megvalósíthatják Kertváros fejlesztését. Volt nekünk egy programunk, ez a Pécs 2030, a fejlődés és a biztonság programja. Ebben pedig nagyon hangsúlyos résszel szerepel Kertváros. Tehát külön kertváros programot dolgoztunk ki Kővári Jánossal közösen, ő volt ennek az egyik motorja. Éppen azért, hogy a kertvárosiak az elmúlt 5 évhez képest sokkal több lehetőséghez jussanak, és ez az a munka, amire mi vállalkozunk, és amennyiben Kővári János bizalmat kap a helyiektől, úgy egy lépéssel közelebb kerülünk ahhoz, hogy Kertváros is egy élhetőbb, fejlődőbb, zöldebb városrész legyen. Kővári János kiemelten fontosnak tartja, hogy Kertváros teherforgalmát csökkentsék, ezért a városrészt elkerülő út építését segíteni. Ehhez már kormányzati támogatás és együttműködés is kell. Sajnos Péter Attila, a polgármester és a baloldali többségű testület egyáltalán nem működött együtt a kormánnyal, semmiben. A kormány kinyújtott kezét ütött el sok esetben, így nem lehet ezt a várost vezetni, ezért fontos az, hogy jó magam, aki egyébként jó kormányzati kapcsolatokkal is rendelkezem, részt vegyek a kormányzati források Pécsre hozatalában is, hiszen ennek a városrésznek is szüksége van arra, hogy fejlődjön a továbbiakban is. Fontos lesz még a panelszigetelési program is, amit szintén jó magam indítványoztam 6 éve. Ezt folytatni szeretnénk, hiszen most már 40-50 éves épületekről beszélünk. Kiemelte még a közösségeket. Olyan terek, szolgáltatások kialakítását szeretné elérni, ami erősíti az itt élők kapcsolatait. Kapnak még egy esélyt a sikertelen felvételizők, hogy szeptembertől mégis valamelyik felsőoktatási intézmény hallgatói legyenek. Július 30-án elindult a pótfelvételi időszaka. A választható képzések között vannak államilag finanszírozottak is, így nem csak fizetős szakokra lehet bekerülni. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésén készült ez a felvétel Pécsen. Július 24-én este tudhatták meg a felvételizők, hogy bekerültek-e az általános felvételi eljárásban valamelyik egyetemre. Akinek ez nem sikerült, még reménykedhet, július 30-án, vagyis kedden elindult a pótfelvételi időszaka. Augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni. Ez egy jogvesztő határidő, ami azt jelenti, hogy
ha a jelentkező beadja jelentkezését, minden szükséges dokumentumot csatolni kell, hiánypótlásra nincs lehetőség a későbbiekben. A Pécsi Tudományegyetem mindig sikeresen szerepelt a felvételi ezen pót alkalmával, amely gyakorlatilag egy mentő azok számára, akik valamilyen oknál fogva nem kerültek be az általános felvételi eljárásban. Közel 300 képzést hirdetünk ezen a felvételi alkalmon, közel 3000 helyetre lehet pályázni. Egy képzést lehet csak megjelölni a pótfelvételi jelentkezésnél. Ha ezt megteszik, akkor fontos, hogy elérhetőek legyenek, javasolja a felvételizőknek az oktatási igazgató. Olyan e-mail címet jelöljenek meg a jelentkezők, amelyet naponta néznek, hiszen ide érkeznek majd az értesítések, akár a felvételi eljárásról, akár pedig arról, hogyha van olyan képzés, mint például mesterképzések esetén, vagy ahol alkalmassági vizsga van, hogy magára a felvételi vizsgára is sor kerül. Ezeket a vizsgákat augusztus 12 és 22 között kell lebonyolítani a felsőoktatási intézményeknek, és augusztus 29-én lesz a pont meghatározás, pont megállapítás, ami után a jelentkezők megtudják, hogy eredményes felvételi vizsgát tettek-e vagy nem. Minden koron találhatnak meghirdetett képzéseket a jelentkezők. Elsősorban önköltséges képzésekre lehet jelentkezni. Tervben van azonban az, hogy a pedagógus képzésre, tehát a tanárképzésre állami ösztöndíjas helyek is kerülnek meghirdetésre, tekintettel arra, hogy elég nagy tanárhiány van az országban, és ezt pótlandó, akár osztatlan, akár pedig rövid ciklusú tanárképzés, illetve pedagógus képzésre is lehet majd jelentkezni. Pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akik beadták az általános eljárás keretében is a lapjukat, de nem jutottak be a megjelölt szakok egyikére sem. Vagyis akit már felvettek valamelyik képzési helyre, de mégis máshol szeretné elkezdeni tanulmányait, és ezért pótfelvételizne, nem teheti meg. Az önköltség összege képzésenként változik. Pécsen például jogászhallgatóként 300 ezeret kell fizetni fél évenként, orvostanhallgatóként pedig 1.350.000-et, ha valaki most a pótfelvételivel akar bejutni. A meghirdetett szakok listáját a felvi.hu oldalon találják az érdeklődők. Rövid híreink következnek. Az Oktatási Hivatal által hétfőn közzétett adatok alapján megállapítható, hogy az érettségi vizsgaidőszak eredményesen zárult, az új rendszer jól működött, közölte a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára kedden Budapesten sajtótájékoztatón. Maruzsa Zoltán ismertetése szerint több mint 3000 bizottság előtt mintegy 112 000-en tettek érettségi vizsgát, és a különböző tantárgyakból letett csaknem 400 000 vizsga közül több mint 60 000 emelt szintű volt. Az államtitkár megnyugtatónak nevezte, hogy az osztályzatok 3,8-as átlaga az elmúlt évek átlagának megfelelő, kiemelve, hogy a vizsgarendszerben történő tartalmi változások miatti előzetes félelmek alaptalannak bizonyultak. Július 15-től augusztus 20-ig tart az ítélkezési szünet a bíróságokon, közölte az Országos Bírósági Hivatal. Az ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. Polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve nem számít bele az ítélkezési szünet időszaka az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe. Ugyanakkor a határidők számításának általános szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is, többek között soron kívüli eljárás előzetes bizonyítás esetén, a végrehajtási perekben és egyes nem peres eljárásokban, például cégeljárás, csőd és felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bíróság az ítélkezési szünet ideje alatt is eljár az előállításos ügyekben, a gyorsított eljárásokban, valamint kényszerintézkedéseknél. Az egyes bíróságok kezelő irodái ítélkezési szünet alatt is nyitva tartanak, az ügyfelek ott benyújthatják beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. Aki éjszakai bobozáson szeretett volna részt venni a Match Extreme Parkban az elmúlt hét péntekén, az sajnos áramszünet miatt ezt nem tehette meg. A múlt héten többször is volt rá példa, hogy itt elment az áram. Ennek az okának jártunk utána, és arra voltunk még kíváncsiak, vajon milyen módon kárpótolja az elmaradt bobozást az élménypark vezetése a látogatóinak.
Most éppen nappal élvezik a látogatók a Bob nyújtotta kellemes borzongást a Pécs határán túleső Mecs Extrém Parkban. Ennél évek óta még kedveltebb szórakozás az éjszakai bobozás. Izgalmas a sötét erdei simpáján a sejtelmesen kivilágított úton száguldani a Bobbal. Ezt az élvezetet szerették volna most a hétvégén, pénteken éjszaka is kihasználni a parkba látogatók. Ez azonban sajnálatos módon meghiúsult. Ennek pedig komoly oka volt, mondta a kalandpark vezetője Kotvász Gergő. A múlt hét folyamán közműfejlesztési munkátokat hajtottak végre Árpád-tetőn. A munkával összefüggésben földmunkagép is dolgozott, és sajnálatos módon eltalálta azt a villamos vezetéket, ami az erdélyi bobunkat is árammal látta el. A szakemberek gyorsan reagáltak az esetre, rövidesen a helyszínre érkeztek, és hozzáláttak a hiba feltérképezésére, illetve azoknak a kijavítására is. Mint már mindenki tudja, azóta le kellett a programot állítani, de nem maradnak kárpótlás nélkül az éjszakai bobozás izgalmait választó lelkes látogatók, tette hozzá Kotvász Gergő. Sajnálatos módon az eseményt lemondani voltunk kötelesek, hiszen a hiba olyan jellegű volt, amit azonnal nem tudtunk maradéktalanul elhárítani. Ma ezúttal azt szeretnénk üzenni azoknak az érdeklődőknek, akik igényt tartanak a továbbiakban is a Mecs Extrém Park éjszakai Bob című eseményére, hogy augusztus 2-án megrendezésre tartunk egy soron kívüli programot, aminek alkalmával gyakorlatilag esti sötétség mellett pályát különböző színes reflektorokkal megvilágítva próbálhatják ki, és élhetik át a csúszás élményét. Ezt még egy jó hír megtetézi. Az éjszakai bobozást azt már évek óta szervezzük. A nyári időszak folyamán két hetente péntekenként kerül sor a pálya beüzemelésére. Idén is tervezzük azt, hogy ezt a programot ezt végigvisszük augusztus végéig, és amennyiben az érdeklődés úgy mutatkozik, tervezzük akkor őszre is kiterjeszteni ezt a lehetőséget. A kalandpark egész nyáron várja az extrém izgalmakat, érdekességeket kereső szerető látogatóit. Komplex energetikai korszerűsítés történt a Baranyai Görcsönyben, a helyi önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzat együttműködésében. A fejlesztés célja az volt a közösségi önkormányzat tulajdonában lévő művelődési ház felújítása. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg. Kiemelten fontos helyszín a művelődési ház a Baranya Vármegyei Görcsönyben. Ez a közösségi szintér elsődleges helyszíne. Minden hétköznap délutáni programok várják az érdeklődőket, ilyen például a jóga, az ijászkodás vagy akár a hastánc. Az épület energetikailag nagyon leromlott állapotban volt, mondta a polgármester Kőszegi Tamás. Energetikailag nagyon korszerűtlen volt, régi és elavult gázkazánnal üzemeltettük az épület fűtését telente, ami éves szinten több millió forint plusz ráfordítást jelentett. A felújításnak köszönhetően az épület üzemeltetése sokkal gazdaságosabb, kedvezőbb. A felújítás során gázkazán cseré történt, radiátor csere, nyílászáró, illetve az épület teljes elektromos ellátását biztosítja egy napelemes rendszer. Esztétikailag megújultak a mellékhelyiségek, a közösségi tér, a padlózat pedig új burkolatot kapott. Az emeleten a klímát is beépítették, és a festés is megtörtént. A községházát is energetikailag korszerűsítik, tette hozzá a polgármester. Az energiaárak emelkedése miatt a kormány és a vármegyei önkormányzatok a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokból a lehető legtöbbet energiahatékonyságot javító, megcélzó beruházásokra teszi elérhetővé a közféra számára, mondta Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke. Tesszük mindezt azért, mert azt szeretnénk, hogy az önkátok kevésbé legyenek kiszolgáltatottak a mindenkori általunk hát befolyásolni nem képes nemzetközi folyamatokra. Magyarul az a cél, hogy amikor egy-egy településen, polgármesteri hivatalba, közösségi házba, művelődési házba vagy könyvtárba energetikai értelemben korszerűsítés meg tud történni, ez magába foglalja a nyílászárók cseréjét, napelemek telepítését, a fűtési rendszer korszerűsítését, akkor ezáltal a település azt éri el, hogy kevesebbet kell rezsiszámlákra költeni, és kevesebbet, kisebb lesz a kitettsége különböző folyamatoknak, és a helyben meglévő forrásokat azt a településen élőkre lehet valójában fordítani. Ennek jegyében a Baranya Vármegyei Önkormányzat a Területi Operatív Program Plusz pályázati kiírás keretében mintegy 6,8 milliárd forintból támogatta a pályázó önkormányzatok középületeinek energetikai korszerűsítését, fogalmazott a vármegyei elnök. Erre jó példa Görcsöny és Bakony önkormányzata is, ahol a
közösségi ház közel 60-60 millió forintból újulhatott meg. Ez magában foglalta mindkét településen a nyílászárókat, a cseréjét, a napelemes rendszer telepítését, a fűtési rendszer korszerűsítését, minden olyan, mondhatjuk azt, hogy minden olyan fejlesztést és korszerűsítést, amely azt eredményezi, hogy kevesebb energiát használjon föl az adott közintézmény, és ezáltal kevesebb kiadása legyen a településnek, több maradjon ott helyben a településen más célra. A korábbi fejlesztési ciklusban közel 6 milliárd forint állt rendelkezésre. A mostani fejlesztési ciklusban, látva azt, hogy az energiakrízis milyen nagy nehézséget jelentett az önkormányzatok számára, jóval nagyobb, közel 7 milliárd forintos fejlesztési forrás állt a települések rendelkezésére, az energetikai korszerűsítést igénylő épületek felújítására, tette hozzá a vármegyei elnök. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Az illatos fehér szőlőfajták közül a mintegy 30 hektáron termesztett irsai olivér, a vörös borszőlők közül pedig a mindössze néhány hektáron termő menoár betakarításával kezdetét vett a szüret villányban, tudta meg a bama.hu, a mintegy 2500 hektáros szőlőtermő terület hegyközségi tanácsának titkárától. Nagy Gergely a Bamának elmondta, hogy a két fajta leszedését követően mintegy egy hetes szünet következik a szüret munkákban, mivel a portugézer, azaz a kékoportó betakarítása várhatóan augusztus első hetében indul. Szavaiból kiderült, hogy a növénytermesztés más ágaihoz hasonlóan a szőlő fejlődése is egy-két héttel előrébb tart az ilyenkor megszokottnál. A héten 10 vármegye 180 településén és 6 budapesti kerületben folytatódik a szúnyoggyérítés összesen 40 ezer hektáron. A Dráva mentén Komárom, Dunaújváros, Szekszárd és a Csepel-sziget térségében, Budapest, Dunamenti kerületeiben, a Velencei tónál, valamint Borsodabói, Zemplén vármegye több településén kerül sor a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre. A sziget közben néhány helyen az elmúlt héten a szeles időjárás miatt elmaradt kezeléseket pótolják a szakemberek. Mostanra sikerült csökkenteni a szúnyog ártalom mértékét, ami a folyók áradását követően a Dunántúlon volt a legjelentősebb. A régió híreivel folytatjuk. Száppal, sárkányhajóval, kajakkal és kenuval is áttevezték a Balaton Zamárdi és Tihany között. Több mint 4000-en ragadtak lapátot, hogy bizonyítsanak. Közöttük gyerekek és az idősebb korosztály is képviseltette magát. A résztvevők 8 kilométer teljesítettek a két part között. Nagy munka legyen. Pumpák suhogásától volt hangos a part kora reggel Zamárdinál. A leglelkesebbek már 8 órakor készülődtek a Balaton átevezésére. Ez a házaspár Cserszeg Tomajról érkezett. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Ezen a helyszínen a második áttevezésünk. Áteveztük már kétszer a Fonyolt Badacsony távot, és tavaly még a Balatonfüre Tihany távot, és mindig nagyon élvezzük, mert tényleg nagyon jó a csapat, nagyon jó kihívás, úgyhogy reméljük, hogy ez idén is sikerülni fog. Most bal láb, közép, jobb láb! Bal láb, közép, jobb láb! Száppal, kajakkal, kenuval is átevezték a Balatont Zamárdi és Tihany között, de sok csapat indult sárkányhajóval is. Több helyről vagyunk, Szeged, Pécs, Tata, Budapest, Veszprém, Balatonfüred, és így áll össze a női hajónk, így alkotunk egy szenior 40 feletti női csapatot. Hervíz kész, rajt! És megnyíltak a kapuk! Az amatőr sportkedvelők mellett profi sportolók is vízre szálltak. Kovács Katalin háromszoros olimpiai bajnok is evezőt ragadott, méghozzá a többszörös világbajnok kajakos Szabó Szilviával egy hajóban. Ez a harmadik, tavaly óta Sziszóval Sydney 2000 hajóegységben indulunk. Ugye mi Sydneyben eveztünk páros az olimpián, most ez igazán különleges, hiszen tegnap elkezdődött hivatalosan az olimpia. Mi meg egy kicsit emlékezünk arra, ami Sydneyben volt. Fáradtan, de büszkén ér célba ez a budapesti család, akik két csónakkal teljesítették a távot. Az érmet természetesen ők is megkapták. Elég sokat gyakoroltunk, és elég büszke vagyok magunkra. A megmérettetésre az egész országból érkeztek résztvevők, idén több mint 4000-en teljesítették a távot. A szervezők célja az aktív mozgás, kikapcsolódás népszerűsítése.
Azt látjuk az elmúlt évekből, hogy ez egy növekvő tendencia. Egyre többen vannak olyanok, akik nyitnak az a vízi sportok, és így az evezővel történő vízi sportok iránt. Ugye ez látszik a résztvevő számokon is, hogy idén is elérjük a 4000 fős résztvevői számot, de ez még akár át is fordulhat 4000 fölé, hiszen a helyszínen is lehetett regisztrálni. Mindig találkozunk visszatérő ex-olimpikonokkal, egyéb sportágakból résztvevőkkel, de azért túlnyomó többség az változatlanul az aktív, kikapcsolódásra vágyó szabadidős sportolók, családok és kísérőik. A megmérettetés különlegessége, hogy a Zamárdi-Tihany-Zamárdi 8 kilométeres távot a Balatonon keresztbe csak ezen az egy napon lehet hivatalosan teljesíteni. Jubileumi 40. alkalommal rendezték meg a hétvégén a FAD Dombori Triatlon Fesztivált. A két nap során több mint 1000 induló állt rajthoz, amatőrök és profik is egyaránt. Ők úszásban, kerékpározásban és futásban mérték össze tudásukat. Így indultak el a versenyzők a 40. alkalommal rendezett FAD Dombori Triathlon Fesztivál szombat délutáni sprinttávú országos bajnokság futamán. A megmérettetés 750 méteres úszással kezdődött. A triatlonosok miután kijöttek a vízből, egyből felültek a bicikliükre, hogy FAD és Tolna irányába kerékpározzanak 19 kilométeren. Ma a 40. alkalommal rendezzük a triatlon, a FAD Domboriba. Szombathelyen meg egy FADDOMBORI van, még csak ilyen verseny Magyarországon, a 40 alkalommal rendeztek. Szerencsére itt van a legtöbb induló. Ma ezt meg is ünnepeljük. Egy balassalmati fafaragó kifaragott egy triatlon bölcsőjelentő alkotást, aminek ma lesz az átadása, és ide elhelyeztük itt FADDOMBORIba. A bicikliről leszállva a versenyzők a Nagy-Dunáig és vissza 5 kilométert futottak. Ebben a pillanatban célba érkezik a 40. sportolnak FAD Dombori Triathlon Fesztiválon sprinttávon, és tudottam mondani, hogy ez abszolút győztes. A sprinttávot a Budaörsi Triathlon Klub versenyzője Cigány András nyerte. Jó úszással kezdtünk, utána egy viszonylag kicsi bójjal nehézkesen, de együtt dolgoztunk. Így a csapattársam, a Wagner Tamással próbáltunk egy kicsit szétszedni a mezőnyt, hogy ne a futáson dőljön el a verseny. És végül négyen szálltunk le, azt hiszem, a futásra, és szerintem én egy kilométer után tudtam érre állni, és végig egy ilyen kellemes tempóban végigfutottuk. A versenyen olimpikonok és amatőrök, idősek és fiatalok egyaránt indultak. Gosztolya József 65 évesen állt rajthoz, azt mondja, teljesítményének titka a rendszeres mozgás. Én gondolom, hogy sikerült. Szerintem kihoztam, amit tudtam magamból. Talán az úszás és kerékpárba szerintem ennyit ilyen jól még nem mentem. Futásra meg biztam el, hogy ez a 4.45 körül így általában tudom megtartani. Nádas Romina a hamarosan kezdődő Európa-bajnokságra készült fel a Dombori versennyel. Nem pihentünk rá sokat, így kicsit a futásra már elfáradtam, de szerintem egészen jól sikerült, és reméljük két hét múlva beépül és csúcsforma lesz az Európa-bajnokságra. A helyszínre sokan kilátogattak, hogy barátaiknak, családtagjaiknak szurkoljanak. Egy 17, egy 6 alatt teljesítették a távot, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk. A rendezvény szervezői megköszönték minden résztvevőnek, önkéntesnek, szponzornak és a helyi közösségnek, hogy hozzájárultak a fesztivál sikeréhez. Július utolsó napjaiban járunk, egészen augusztus közepéig zajlik az őzek párzási időszaka. A Szekszárdi Aranyfürt Vadásztársaság azt javasolja, közlekedjünk nagyon óvatosan és körültekintően ezekben a hetekben. Csaba János vadászmester ismertette, hogy pontosan miben nyilvánul meg az őzek viselkedésének megváltozása. Mozgásuk megváltozik, kiszámíthatatlanabban válik a mozgásuk, és a közlekedőkre ez veszélyt jelent. Ugyanúgy a gépjárműre, motorosra és a biciklisekre is, akik kint a természetben, bicikli utakon is közlekednek. Ez abból adódik ez a hirtelen mozgásuk, hogy a természetük ugye most ivazási időszak van, és a bakok rivalizálnak, a sutákat hajtják, egymást hajtják, és így bármely pillanatban, bárhol feltűnhetnek. A vadásztársaság felhívja a kutyasétáltatók figyelmét is, hogy ezekben a hetekben különösen vigyázzanak magukra és kedvenceik testi épségére. Előfordul, hogy a friss őz szagára beindul a kutya, megpróbál utána menni a váltóján,
és ebből is lehet baleset. Az ősz megúszza, átúrik az úton, és a kutyát megelőti az autó. Tehát ilyenkor a kutyasétáltatóknak is oda kell figyelni a kutyájukra, hogy pórázon legyen. Egyébként se lehetne másképp, kint a területeken csak pórázon a kutya, de hát az a gyakorlat, hogy azért viszik ki a kutyát, hogy tudja, szaladja ki magát. De nincs is ez a különösebben nagy probléma, csak ilyenkor ez egy külön veszély. Meg hát az is ne van, hogy esetleg elveszhetnek ezek a kis kutyusok. De nem csak a vadak jelentenek veszélyt július végén és augusztus elején. Emlékeztetett erre Köves Péter, a Tolna vármegyei katasztrófa védelem szóvívője. Adott esetben egy vihar, ami hirtelen érkezik, adott esetben erős széllökésekkel, illetve a hirtelen lezuduló nagy csapadék megint csak az út viszonyokat tudja ilyen szinten rontani. Leszakadhat egy-egy faág is az úttestre, illetve fák is dőlhetnek ki, ezekkel is számolnunk kell, és itt a július közepétől augusztus közepéig tartó időszakban pedig a vadveszélyre is fokozottan figyelnie kell az úttesten közlekedőknek. Fontos, hogy az utakon betartsuk a táblák által meghatározott sebességeket, és ahol jelzik a vadveszélyt, óvatosak legyünk. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. Kertváros fejlődéséért dolgoznak majd. Új jelölt elindulnak a 15-ös választókerületben. Újabb esély, ha nem jött össze az egyetem. Elindult a pótfelvételi időszaka. Elmaradt az éjszakai bobozás. Áramszünetek sora a Match Extreme Parkban kárpótolják a közönséget. Komplex energetikai korszerűsítés Görcsönyben. Felújították a művelődési házat. Szerdán is marad a zavartalan napsütés, és újra melegedni kezd az idő. Ezen a napon már 29 és 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet, a hajnal azonban még mindenhol felfrissülést hoz. A déli szél nyugaton, északnyugaton helyenként élénk lehet. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!